egy gyors kérdés, ki a boldogabb lányok? Ez nem kérdés, mindenki. Szerintesen boldogok vagyunk. Egyszerűen nem tudom. Nem még fel se fogtuk szerintem. Tényleg, én sem nem tudok mit mondani, annyira boldog vagyok. Ha jól hallottam, ez a ordítás annak szólt, hogy a héten már nem várátok több edzést. Igen, mert kaptuk a harmadik napot is szabadnak, úgyhogy hát szerintem... Ennek is nagyon örülünk. Mikor volt én utoljára? Karácsonykor? Három nap szabad. Elképesztő meccs volt, videóbírózások, nem tudom, ennél alakulhatott van a drámaiban, nem fogom. Hát így, hogy mondjuk egy ötödik szett még becsúszott már, de hál' Istennek nem tudom, hogy mit csináltunk volna. Én a negyedik szedben szó szerintem már az ájulás kerülgetett. Annyira fejfáj mellett volt ez a szett, hogy hát tényleg ilyen agyvérzés. Mire volt a szükség? Gondolom nem arra a káóra, amit kaptál egy ütés után, de hogy lehet ilyenkor nyugodtnak maradni? Hát sehogy szerintem. Ilyenkor talán még jobban az segít, hogyha még több energiát és egymást nyomjuk, és még jobban felpörgünk, mert minden pontot úgy kell ünnepelni, mintha az utolsó lenne, és ezt tud erőt adni, hogy kitartsunk a végéig, mert tényleg ilyen izgalmak mellett már tényleg szinte az ájulás kerülhet. Igen, ezt jól mondta Kata, szerintem ez a meccs 100%-osan a szívjátéka volt, és szerintem ez látszott is. Ugye voltak itt hullámzások az elmúlt hetekben, de hát a legfontosabb pillanatban voltatok a legjobbak, mondhatjuk ezt? Igen. Hát mondjuk szerintem minden csapatban vannak hullámvölgyek, ez természetes. Nagyon sok meccset is játszunk, sokat is edzünk, de az edző azt mondta, hogy ezen a meccsen a legjobb formákban leszünk. Hogy elkészültünk, úgy volt felépítve az edzések minden, és hát éreztük is, hogy... És hát itt az eredménye. Most pedig gondolom hazajöttek, és mindenki megy aludni. Igen, ezt hivatalosan már most a buszban alszunk. Rendben, akkor jó éjszakát, vagy ha esetleg még itt becsúszna egy kis bulizás, akkor jó szórakozás. Köszönjük! Gratulálok. Na hát Lila, így kell visszatérni, ugye az elmúlt hetekben hiányoztál a csapatból, de hát gondolom ez örök élmény marad, ami ma itt történt Nyíregyházán. Milyen volt? Hatalmas élmény tényleg, főleg, hogy utoljára a magyar kupát még Nyíregyházával sikerült nyernem, és az, hogy most ennek ekkora részese lehettem. Ennek a játéknak még inkább hozzátesz ennek az aranyéremnek az értékéhez, és tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok. Mennyire ért meglepetésként, hogy ennyit töltöttél a pályán? Hát előzetesen már így készültünk, Kuba említette, hogy készüljek mindig, illetve hát igaz, hogy egy hónapos kihagyás után jöttem vissza, de próbáltam minél jobb teljesítményt nyújtani. Feltételezem, hogy a következő óráitok nem az alvásról fognak szólni. Hát elég valószínű, főleg, hogy nem is tudom mennyi az idő, de mire hazaérünk, valószínű éjfél után bőven, és igen, nem, szerintem reggel fogunk hazaérni. Megérdemlitek a bulizást, gratulálok, köszönöm. Köszönjük.